Sosem látott kollektív összefogással és ünnepléssel buzdították a szurkolók a hazai válogatott csapatot, akik vasárnap a nyolcad döntőben fejezték be a játékokat az idei labdarúgó Európa-bajnokságon. A legtöbb sportrajongónak váratlan meglepetést okozott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Az osztrákok elleni győzelem és a portugál világklasszisok elleni 3 gólos döntetlen eufórikus örömöt okozott a drukkereknek, akik sosem látott méretű szurkoló táborokban közösen ünnepelték a csapatot. Közel 1000-en vannak, megduplázódott az első mérkőzés óta a látogatói szám, és hát fanatikusak lettek a szurkolók. Azóta mindenki Magyarország szurkolói lázban ég, a kicsiktől kezdve az idősebbeken át, egészen a gyerekekig, mindenki már fekszenek a monitor előtt, a laptop előtt, egyszerűen nem lehet őket megállítani a kapunál, és most már tömegesen nem is tudjuk, le kell zárni valószínűleg már a helyet. Énekelnek, mulatnak, táncolnak. A fővárosban reggelig tartó karneváli hangulatban fesztiváloztak az utcákon, Nyíregyházán több ezeren énekeltek és ünnepeltek együtt, az utolsó mérkőzés veresége ellenére is. Vendégeim a stúdióban Nagy Enikő sportpszichológus és Juhász Zoltán, jelenleg mint szurkoló, fogadta el a meghívásunkat, és én most tegeződni fogok. Először is ismerek mindenkit régóta, másrészt meg olyan a téma, hogy azt gondolom, hogy itt most mindenki mindenkivel tegeződik. Így ott van. A lelátón, a pályán, a pálya szélén, azt gondolom, hogy egészen más énünket tudjuk megélni, hogy egy kicsit pszichológus nyelven beszéljünk, de akkor kezdjük azzal, hogy Zoli, a helyszínen szurkoltál kint Franciaországban. Melyik meccset tudtad megnézni? Igen, hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor kiderült, hogy kijutottunk erre a rendezvényre, akkor rögtön regisztráltunk, és valamennyi csoportmérkőzésre sikerült jegyet szereznünk, úgyhogy mind a osztrák, mind az izlandi, mind pedig a legjobban sikerült portugál mérkőzés személyesen láthattam a helyszínen. Hát nem csak azért, mert mindenki azt mondja, és ez a sanzon tulajdonképpen, illetve ez a sláger, hogy hát micsoda élmény volt ez, de jó magam is, aki nem egy komoly sportrendezvényen már részt vettem, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy egészen fantasztikus történet. Önmagában a rendezvény, az ottani millió, de úgy gondolom, hogy ezt fűszerezte az, hogy ugye a magyar csapat is kijutott, és hát elképesztő szurkolásban volt részem. Valamikor 5-6 évvel ezelőtt sikerült kijutnom Svájcba, amikor a csapat először följutott az átcsoportos jégkorong világbajnokságra, ott volt hasonló szurkolásban részem, de hát azért méreteiben ez azért jóval meghaladta. Az én becsléseim szerint azért ez a 30 ezeres szurkolói szám kicsit túlzott, bár igazából nem tudom, hogy azok, akik a helyszínen voltak, milyen hozzátartozókkal voltak. Magunk is 7-en voltunk, de csak 4-en látogattuk a mérkőzéseket, mert a családtagok azok nem, de el kell, hogy mondjam, hogy valóban óriási élmény volt ez a rendezvény. Mi az, amit megéltél ott? Meg tudod, egyetlen tudod szavakba önteni, hogy milyen érzések? Milyen érzések? Hát a libabőr a legalapvetőbb jelző, azt hiszem, erre az egész, amikor megjelentünk. Bordóba egy kicsit késve érkeztünk, de a mérkőzést éppen elcsíptük. Ami igazán, hát úgy mondjam neked, hogy nagy sportélmény volt, és igazából úgy értékeltem, hogy az volt a csúcspontja ennek az egésznek, amikor Marseille-ben kiegyenlítettünk az izlandiak ellen, és tulajdonképpen akkor már borítékolni lehetett, hogy 4 ponttal elegendő lesz a továbbjutáshoz, ami egyébként be is igazolódott. Úgy gondolom, hogy a portugál meccsnek a felszabadult légköre, illetve hát az, hogy tét nélkül játszhattunk, és én úgy gondolom, hogy a teljesítménynek tulajdonképpen ez volt igazán a jelzője, hogy amiatt játszott ilyen jól a csapat, mert nem volt semmilyen nyomás rajta, meg volt a biztos 4 pont, az volt a másik nagy élmény. És tegyük hozzá, hogy az EB addigi legjobb meccsét. Így van, bár mondjuk azért tegyük gyorsan hozzá, hogy a 75. percről leült egy kicsit a mérkőzés, de az biztos, hogy az első 75 perc, főleg, hogyha szakaszokra lehet osztani, akkor inkább az első fél időnek a második fele, illetőleg a második fél időnek az első fele, az tényleg parádés volt, tehát ott mind a két tábor őrjöngött, és ami nagyon megható volt, és ami igazán értékelendő az, hogy valamennyi mérkőzésen, bár én jó magam a tegnapi meccset már itthon láttam, a magyar szurkolók voltak többségben, ez nem csak szám szerinti adatokat von maga után, hanem hangerőt is, úgyhogy ez feltétlenül fontos megjegyezni, annál is inkább, mert
pontos adataim nincsenek, de mind az osztrákok, mind a portugálok területileg hasonlóak, mármint az ország területe. Én úgy gondolom, hogy egy-két pár százezer lakostól eltekintve valahol a lakosság száma is, ugye ugyanolyan. Az izlandiak, ők nagy meglepetést okoztak, hiszen 2-300 ezer lakos soha van összesen szegény szigetnek, már ugye idézőjelbe vett szegény szigetnek, de ehhez képest nagyon sokan voltak, és hát a belgákat is tegnap azért láthattuk a tévében, hogy azért sikerült túlra súgni, és hát ez egy szenzációs dolog. Én nem vagyok egy nagy foci rajongó. Ugye nem is abban nőttem, hogy olyan nagy sikereket én már nem nagyon láttam, de ez az a pillanat, amikor én is úgy gondoltam, hogy itt most minden meccset meg kell nézni, sőt, még a 17 éves lányom is így gondolta. Tegnap utána találkoztunk szurkolókkal, annyit mondott az egyik ismerősünk, hogy jó volt egy kicsit magyarnak lenni. Szóval, hogy működik ez a szurkolás? Igen, hát ebben most nagyon sok minden benne van. Egy az, hogy mi 44 évet vártunk erre, hogy végre szurkolhassunk így együtt, bár azt gondolom, hogy aki a labdarúgás szereti, az valahol választott magának eddig is csapatot, vagy valamilyen hazai csapatot, vagy valami külföldi nagy csapatot, akinek tudott szurkolni, de itt lehet látni azt, hogy a saját nemzetünk csapatának szurkolni azért az a legnagyobb élmény, akármiről is beszélünk, tehát hiába megyünk el egy Barcelona meccs, az is nagyon nagy élmény, de az, amikor a saját nemzetünk csapatának szurkolunk, azt nem lehet semmihez hasonlítani. Itt végre ezt megélhettük, végre kapcsolódhattunk saját csoportunkhoz, mert ha elmegyünk Spanyolországba egy meccsre, csak idegenek vagyunk, rajtunk van a mez, de mégsem beszéljük a nyelvet, mégsem ugyanazok a szokásaink. Itt felvettük a címeres mezt, és lehetett látni, hogy hány embernek volt akár az utcákon is, vagy látni kocsikon, hogy kint van a zászló, és mindenféle jelzést adnak most az emberek, hogy igen, mi is szurkolók vagyunk. Ezzel ki tudtuk fejezni az együttérzésünket, tudtunk egy csapathoz kapcsolódni, ami teljesen a miénk, amivel tudunk, ők a mi fiaink, ők értünk játszanak, és itt megjelentek azok, ahogy meséltél, amit meg tudunk élni ebben az egész szurkolásban, hogy izgulunk, hogy libabőrözünk, hogy örülünk, hogy sírunk, hogy büszkék tudunk lenni, tehát egy csomó emberi dolgot is lehetőségünk volt így megélni, átélni. Azok, akik nagy teret engednek az életükben a szurkolásnak, azok mentálisan egészségesebbek tudnak maradni, vagy mit jelent az egészség megőrzésben? Igen, vannak ilyen kutatások, és ezt kimutatták, hogy azok az emberek, akik szurkolnak, azok mentálisan egészségesebbek, hát mert ki tudják egy kicsit frusztrálni magukat, azért lehet kiabálni, lehet ordítani, még ha ez sportszerűen történik, akkor is. Ki lehet kapcsolódni is, mert 90 perc alatt biztos, hogy senkinek nem jár a fejében az, hogy milyen elintézni valói vannak még az életben, mert akkor csak egy dolog van, az én csapatom, a foci, a győzelem, kit fognak becserélni, ki megy le, megsérült, hogy van. Tehát, hogy ebben az időszakban tudunk kikapcsolódni a mindennapokból, és ez jó hatással van ránk. Annyira, hogy azt lehetett tapasztalni, hogy a mindennapokban is vidámabbak, boldogabbak, elégedettebbek az emberek, és a vidámabb, boldogabb ember sokkal elfogadóbb, nyitottabb, másképp viselkedik. Igen, hát mondták, hogy jó volt kimenni az utcákra mostanában, mert mindenhol mosolyogtak az egymásra az emberek, vagy tényleg, ha valaki vette a bátorságot, és mondjuk magyar címeres mezbe ment ki az utcára, akkor bárki bárkivel leállt beszélgetni, mert volt egy közös pont közöttünk, amiről tudtunk beszélgetni. Ugye máskor félnek az emberek, főleg a mai világban már beszélgetést kezdeményezni, de így volt egy téma, amiben mindenki biztos lehetett, hogyha ott van rajta a szurkolói mez, akkor van miről beszélni, és akkor lehet együtt örülni. Mit jelent ez a gyerekek számára? Hát, amit szintén már lehet hallani a sajtóban, hogy nem Messit kiabálnak, meg Ibrahimovicsot a játszótereken, hanem Király Gabit, és Dzsuzsákot, és ez nagyon jó, hogy saját nemzetből tudnak választani maguknak példaképet,
olyan fiúkat, akik esetleg innen, ugye Nyírlugosról származnak, teljesen a közelünk, kézzel fogható érzés van, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhetett. Tehát, hogy ez még több erőt tud adni a gyerekeknek, és reméljük, hogy nagyon sok labdarúgó most kap még egy pozitív löketet ahhoz, hogy ő is ilyen nagy karriert fusson be, mint most mondjuk majd a Nagy Ádám, akiért 11 klub jelentkezett be. Hát azért ez fantasztikus történet már alapjában. Nagyon szívesen beszélgetnék még erről jóval többet, de sajnos itt a vége a beszélgetésünknek. Tudnánk, köszönöm. Azt gondolom. Lenne még kérdésem. Köszönöm, hogy befáradtatok ide a stúdióba, és azt kívánom, hogy legyen minél több ilyen közös élményünk, nemzeti élményünk még.